Vloggerkednél, de nincs mivel? Videós eszközök bérlése jó áron. A műsor támogatta a digitalworld.hu. Korrekt minőség remek áron kényelmesen. A műsor támogatta a kocsiguru.hu. Nyalihó, sziasztok, Zsolóverek, én Osváth Zsolt vagyok, ez pedig itt a Zsótime. Majd nagyon különleges videóval készülök nektek, de még mielőtt bármibe is belekezdenénk, van egy nagyon-nagyon fontos kötelezettséged. Feliratkozni, nyomni kis csengőt és bekövetni az Instagramon. Ha mindez megvan, akkor mehetünk is tovább. Még valami. Nagyon fontos, hogy ma összesen 10 leszünk a videóban. Én itt személyesen, 8 Skype-on, és te itt, aki a képernyő előtt ülsz. Úgyhogy ma ez tényleg egy nagyon rendhagyó videó lesz, mint ahogy ez már a címből is kiderült. Szeretnélek arra kérni, hogy a komment szekcióban ne kritizáld egyik vendégemet se, hiszen ők nem celebek, vagy profi influencerek, ugye, akik mostanában mindenféleről nyilatkoznak, hanem simán magánemberek. Őket kértem meg Európa különböző pontjairól, hogy nyilatkozzanak nekik. Angliától, Olaszországon át, egészen Svédországig, ugye, ahol még nincsenek túl nagy korlátozások, onnan is van Zsolóver. Hát mi sem bizonyítja jobban, hogy tulajdonképpen az egész világ, de minimum Európa engem néz, hogy ilyen könnyen találtam 8 embert, akik eljöttek, és már egyébként itt várakoznak is, hogy beszélgessenek veletek. Kérdéseim lesznek, és hát igyekszik mindenki mindent megválaszolni értelemszerűen. Először is sziasztok, üdvözlök mindenkinek, légy szíves, köszönjetek be, mutatkozzatok be. Az első kérdésem pedig az lenne hozzátok, hogy az adott országban, ahol ti laktok, ott milyen korlátozások, milyen intézkedéseket vezettek be a koronavírus miatt? Szia, Norbi vagyok Bécsből. Kiárás korlátozásokat vezettek be itt is. Ugyanúgy boltba, bankba, hivatali ügyeket el tudsz intézni, gyógyszertárba, ugye munkádat el tudod végezni, el tudsz menni oda. A szerdától viszont valószínű, hogy csak is védőfelszerelésbe tudsz bemenni a boltokban. Sziasztok, én Alexandra vagyok, 5. éve élek Belgiumban, azon belül a Flamand részen Antwerpenben. Múlt hét óta mindenkinek, akinek lehetősége van rá, annak otthonról kell dolgoznia. Szia Zsolti, sziasztok! Mónika vagyok, Cipruson élek, kijárási tilalom van, vagyis egy nap egyszer lehet kimenni. Azt is csak úgy, hogy egy telefonszámra elküldöd a személyazonosítódat, illetve a posta irányítószámot, és amikor megkapod az engedélyező SMS-t, akkor van 3 órád rá, hogy elmenj és vissza is érj a lakásodba. Sziasztok, Furdabe vagyok, Olaszországban élek, Lombardiában, most már 15 éve, és egészségügyben diplomás ápolóként dolgozom. Fokozatosan csökkentették a különböző aktivitásoknak, vállalkozásoknak a számát, amik nyitva maradhatnak, nyitva tarthatnak, egészen addig, amíg az utolsó rendelettel már csak a létfenntartáshoz szükséges üzletek maradhatnak nyitva. ABC sorrendben igazából minden napra be van osztva, hogy a milyen betűvel kezdődő nevű emberek mehetnek és vehetik igénybe például a postai szolgáltatásokat. Szia Zsolti, sziasztok! A svájci emberek egyébként eléggé fegyelmezettek és egy kicsit távolságtartóak is. Ez jelen helyzetben elég nagy segítség. Az éttermeket és a boltokat már bezárták, viszont az élelmiszerüzletek, a bankok, a posták, a pékségek, a benzinkutak, valamint a gyógyszertárak nyitva maradtak. Sziasztok, kedves Zsoltán nézők! A nevem Orsi, és üdvözletemet küldöm nektek innen Angliából, azon belül is Londonból. Itt Angliában rettenetesen figyelnek arra, hogy a mentális egészséged rendben legyen, úgyhogy napi egyszer kimehetsz a levegőre, futni, biciklizni, sétálni. Sziasztok, Levi vagyok Rodoszról, Görögországból. Gyakorlatilag minden olyan üzleti tevékenységet beszüntettek, ami nem létfontosságú. Tehát nyitva lehetnek a bankok, az élelmiszerüzletek, patikák és drogériák. Sziasztok, Csitári Bianca vagyok, az ELTE TTK mikrobiológiai tanszékének a doktorandusz hallgatója. Egy kooperáció segítségével én már 2,5 éve Svédországban élek. Alapvetően szigorítások nagyon, illetve korlátozások nincsenek az országban, azt kell, hogy mondjam.
Egyébként itt Svédországban nem a miniszterelnök dönt, hanem szakértők döntenek arról, hogy milyen lépéseket kellene tenni. Hogy az emberek nagy része elégedett a kormány hozzáállásával. A környezet szempontjából ez egy nagyon pozitív hatás, az emberek sokkal kevesebbet utaznak, olyan technikákat elkezdenek alkalmazni, amelyek már régóta rendelkezésünkre állnak, azonban a hagyományokhoz ragaszkodva ezeket nem nagyon alkalmaztuk. Most újra értékeljük az egészségügyi dolgozóknak a fontosságát, illetve a munkájuknak az értékét. Hát igen, akkor, hogy hallottuk, Svédországban valóban ezek az intézkedések még nem túl komolyak. Na de mennyire veszik egyébként komolyan az emberek, nem csak Svédországban ugye, hanem ahol laktok, mennyire veszik komolyan, mit láttok, nyilván nem sokat vagytok az utcán, de amennyit mégis, mit láttok abból, hogy az embereknek tényleg leesett, hogy itt egy világjárványról van szó? Hogy állnak a dolgokhoz? Látszólag sokat csökkent az emberek száma az utcákon, jó időben viszont napozni járnak ki az emberek ugyanúgy, mint Budapesten. Sajnos itt is látunk olyanokat, akik még a mai napig is bármikor elmennek akár futni, vagy kutyát sétáltatni az otthonuktól távolabbra is. Illetve hát sajnálattal hallottam ma egyébként a tévében, hogy Dél-Olaszországban egy városban egy 50 fős ünnepséget rendeztek meg a kijárási tilalom ellenére. Szerencsére az idő múlásával egyre többen veszik ezt komolyan, elsősorban az idősebb emberek, és egyébként, hogyha valaki megbetegszik és otthoni karanténban kell, hogy tartózkodjon, akkor mások segítenek bevásárolni. Fiatalok lockdown partikat rendeztek, és láttam olyan felvételeket Gentben, ahol konkrétan rendőröknek kellett a fiatalokat eltessékelni a kocsmákból és a bárokból. De most úgy gondolom, hogy nagyon sokat változott a helyzet, és érdekesebb embert látni az utcán. Na, hát az elég komoly, a belga legények ott belecsaptak a lecsóba. Mi van azokkal, akik megszegik a korlátozásokat? Milyen intézkedéseket, büntetéseket, esetleg pénzbírságot, börtönbüntetést, elzárás? Mit vezetett be az adott kormány? Pont ma is most jött az üzenet néhány perce, hogy holnap reggel 6 órától a kijárási tilalmat megszigorítják, naponta egyszer hagyhatod el az otthonodat, ezt egy üzenetbe, egy központi számra kell jelezni, hogy hova fogsz menni. A büntetések azok úgy néznek ki, hogy ha elkapnak, akkor 300 euró. 150 volt még a múlt héten, ez holnaptól 300 euró. Büntetéseket szabtak ki, ilyen 2100-től 3600 eurósig. Több személy egy autóban, hogyha nem ugyanazon a lakcímán laknak, rögtön 200 eurós büntetés fejenként, bár először csak szóbeli figyelmeztetés van. 300 eurós büntetést kell fizetni. Elzárása is sor kerülhet. A pénzbüntetés nagyjából 200 eurótól, pár száz eurótól több ezer euróig is terjedhet. A szigorú szabályokat egyébként irtózatos pénzbüntetésekkel, valamint bürokráciával tartatják be. Az igen, azért ezek kemény pénzek, ugye, és hát a jelenlegi helyzetben, amikor ugye az emberek nagy részének nincsen munkahelye, azért tényleg akkor ezek szerint érdemes külföldön betartani ezeket a korlátozásokat. Apropó munkahely, milyen kompenzációt, vagy bármilyen segélyt, juttatást vezettek be a ti országotokban? Milyen megoldást találtak erre, hogy most az emberek nagy része nem tud dolgozni, és nem keres pénzt? 1700 eurós fizetésig 90%-át fizeti az állam a fizetésünknek. Az állam a fizetéseknek a 70%-át fizeti ki, illetve 150 eurós extrát ad, és egy havi rezsit. Van egy úgynevezett Cassa d'Integrazione, ezt igazából nem tudnám hogy lefordítani magyarra. Egy olyan pénzügyi keret, ami már korábban is létezett, de ebben az időszakban egy kicsit módosítottak rajta, azért, hogy azok igénybe tudják venni, akik ugye nem dolgozhatnak. Mivel semmit nem zártak be véglegesen,
ezért szerencsére nem sok olyan ember van, aki elveszítette volna a munkahelyét. Szerencsére a svájci állam folyamatosan dolgozik azon, hogy a különböző szektorokban támogassa az embereket. Létrehoztak például egy külön segélyprogramot azoknak, akik most ideiglenesen nem tudnak dolgozni meghatározatlan ideig. A kormány az átlagfizetésnek a 80%-át maximum 2500 fontig kifizeti, tehát munkáltató helyett a kormány fizeti a béreket. Na, hát reméljük, hogy lassan a mi kormányunk, a mi vezetésünk is, most már, hogy tulajdonképpen teljhatalmú uralkodóink lettek, most már reméljük, hogy lassan eljutunk odáig, hogy a gazdasági kérdésekben ezt is megválaszoljuk, hogy sokan, akik munkanélkül maradtak, ők vajon milyen juttatásokat kapnak. Ugye nálunk is vannak egyébként adókedvezmények, különböző hiteleknek a törlesztését engedte el a kormány, de hogy így konkrétan pénzbeli juttatásról még nem volt szó, hát kíváncsi leszek, elvileg e hétre ígértek valami változást. Egyébként így mindent összevetve milyen a közhangulat? Tehát, hogy változott így azért így látni az embereken, hogy azért mondjuk nem csak az intézkedések hatására, hanem hogy az egész, csak úgy nem tudom, kimész az utcára, mit tapasztalsz, mit érzel? Hát két véglet van ezekben, vagy van a pánikolós, a nagyon pánikolós, és vannak, akik nem igazán érdekli ezeket a dolgokat, se nem védekezik, se nem látom, hogy alkalmazná amit ajánlanak. A pánikolósok azok meg annyira durvák, hogy mondjuk képesek kikerülni egy autót a mellettem lévő parkolóba, csak hogy ne jöjjön el mellettem. Szerintem nagyon pozitívan állnak hozzá a belgák, és úgy vannak vele, hogy hát ez most egy ilyen időszak, de együtt túl leszünk rajta, segíteni kell a másikat most, ez a legfontosabb, és vége lesz, és újra helyreáll minden, és nagyon jó lesz. Kollégáim körében, akikkel ugye rendszeresen találkozom, én azt tapasztalom, hogy megpróbáljuk segíteni egymást, és tényleg elég segítőkészek az emberek szerencsére. A közhangulat alapvetően jó, mint mindig. Az emberek nem pánikolnak, jól kezelik a helyzetet, persze mindig vannak kivételek. Nem lehet így általánosítani, ez elég megosztó. Vannak, akik nem igazán veszik komolyan ezt az egészet, nem igazán teszik meg, amit kérnek tőlünk, a saját igazukat hangoztatják csak. Illetve van a másik réteg, a szerencsére sokkal nagyobb, akik odafigyelnek a napi hírekre, igyekeznek mindent megtenni a járvány lassítása érdekében. Ők azért egy kicsit feszültebbek és aggódnak a jelenlegi helyzet, illetve a jövőjük miatt. Az összefogás nyilván nem mindenhol, de nagyon-nagyon sok helyen megmutatkozik. Milyen a közhangulat? Fosnak. Fosnak az emberek, mert nem tudják, hogy mi fog történni. Ilyen még sose volt Rodoszon, hogy elmaradna a szezon, most nagyon félnek az emberek. Megtudhattuk, hogy Rodoszon fosnak az emberek, köszönjük szépen, Levi. Nem tudom, mennyire olvastok egyébként magyar sajtót, magyar híreket, de itt azért az idősebbek és a fiatalabbak között kialakult némi ellentét, némi ilyen újjalmutogatás, mert hogy a fiatalok azt mondják, hogy többnyire az idősek miatt vannak az intézkedések, az idősek pedig nem veszik komolyan, de egyébként a fiatalok se veszik túl komolyan, tehát így igazából. Na mindegy, szóval kialakult egy ilyen kis ellentét a ti országotokban, az idősek és a fiatalok hogy állnak egymáshoz? Nem lehet annyira észrevenni az öreg és a fiatalok közti ellentétet. Toleránsak itt az emberek, jó viszonyulnak az öregekhez. Egészen más mondjuk, mint magyaroknál. Szerintem nem tudom elképzelni, hogy az ellentét nőjön köztük. Ezt így nem érezni, ezt az ellentétet. Nagyon családközpontúak, szóval próbálnak összetörteni. Mindenki fél, de ellentétet nem érezni. Abszolút nem merült fel sem bennünk, hogy ellentétbe kerüljünk az idősökkel. Mindenki azon vagyunk, hogy megvédjük őket magától a vírus veszélytől. Nem figyeltem meg ellentétet, inkább ennek az ellenkezőjét. A fiatalok önkéntes munkaerőként jelentkeznek arra, hogy az időseknek segítsenek a bevásárlásban, kutyasétáltatásban, stb. Feszültséget, konfliktust eddig, ahol mi élünk, abszolút nem tapasztaltam közöttük.
Na, hát milyen jó ezt hallani, úgy látszik akkor, hogy ez is hungarikum. Az áruellátás mennyire akadozik? Mindent meg lehet kapni nálatok a boltba? Vagy vannak azok a tipikus hiánycikkek, hiánytermékek, mint mondjuk itt nálunk Magyarországon? Mi az, ami mondjuk egyáltalán nincs észlelhetően mondjuk a boltokban az, hogy most ez a helyzet más, mint a többi? Néhány hete, mint mindenhol máshol, itt is hiány volt WC-papírból, kenyérből, élesztőből, alapvető élelmiszerekből. Azonban szerencsére ezt mostanra már minden áruházban pótolták. Amit ezen kívül megfigyeltem Svédországban, hogy maszkokat, illetve hőmérőket szinte képtelenség kapni, mert nincs. Nincsen semmiből se hiány, mindent lehet vásárolni. Úgy jön vissza hát minden a kerékvágásba. Még nem is tárasztunk be, itt van közel hozzánk a bolt, csak leszaladunk, hogyha éppen arról van szó. Minden ki volt fogyva, tehát volt, hogy kétszer úgy jöttem az a boltból, hogy nem tudtam vacsorát csinálni, rendeltünk, meg grödi pizzát ettünk, mert egyszerűen semmi nem volt. Maximum a szájmaszkot tudnám mondani, azt viszont mindenki saját magának is elő tudja állítani otthon. Hiány a boltokban igazából nem észleltem különösebb hiányt, persze néha előfordul így a heti egyszeri vásárlásnál, hogy pont akkor, amikor megyünk, akkor nincs liszt, vagy nincs tojás, ilyesmi, de igazából olyan nagy hiányt nem vettem észre sehol. Természetesen a kézfertőtlenítő szájmaszkok, valamint a WC-papír az már egy abszolút hiánycikk hetek óta a boltokban. A boltokban nincs, semmiből nincs hiányzik, a tejföl az hiányzik, de az idáig se volt sajnos. Itt nem vásárolt, nem kezdtek el felvásárolni az emberek mindent. Sőt, a boltokba ugyan egyesével mehetünk csak be, viszont hogyha nincs nálad kesztyű vagy maszk, akkor ők adnak. Hogy látjátok, hogy mi a legnehezebb a jelenlegi helyzetben, akár nektek, akár ott a környezetetekben élőknek? Mi az, ami most a leginkább nehézséget okoz a mindennapokban? Hát a bizonytalanság, hogy nem tudjuk, meddig tart ez az egész, hogy nem tudjuk, mikor látjuk újra a kollégáinkat, a családunkat. Amit úgy látok, hogy a többieknek nagy nehézség, az maga az, hogy otthon legyenek ennyi ideig, és sajnos elég sokan esnek depresszióba. A legnehezebb helyzet szerintem az, hogy Svédország úgy döntött, hogy azokat az embereket fogják elsősorban tesztelni koronavírusra, akik kórházba kerültek, illetve a körülöttük dolgozó egészségügyi dolgozókat. Emiatt én úgy gondolom, hogy sokan, akik otthon maradnak karanténban, akármilyen megfázással, vagy koronavírussal akár, nem tudnak az emberek arról, hogy meddig fertőzöttek, hogy mikor mehetnek pontosan ki, hogy van egy célja annak, hogy ők éppen karanténban tartózkodnak. A jelenlegi helyzetben a legnehezebb talán a bizonytalanság, az, hogy nem igazán tudjuk, hogy meddig tart ez az egész, nem tudunk semmit sem tervezni, illetve talán az, hogy nem tudjuk, hogy ki az, aki fertőzött. Szerintem, hogy legalábbis nekem a bizonytalanság a legnehezebb. Végezetül csak annyit szeretnénk megtudni, hogy ti hogy érzitek, hogy most hol lenne jobb, vagy hol jobb nektek? Ott, hogy jelenleg vagytok, vagy azért hazavágytok? Szerintetek hol lehet jobb átvészelni ezt a helyzetet, ami most kialakult a világban? Összességében én most úgy gondolom, hogy nyilván nagyon hiányzik a családom, és ez nagyon nehéz szituáció, de nagyobb biztonságban vagyok itt. Átvészelni mindenhol nehéz. Nehéz. Gondolkoztam, mikor ez a vírus még csak a nagyon-nagyon elején tartott, hogy hazamegyek és otthon a családdal, viszont úgy döntöttem, hogy sem a saját, sem a családom és sem a körülöttem lévők egészsége nem ér annyit, hogy én most hazamenjek és otthon ugyanúgy bezárva a négy fal között üljek, mint hogy itt. Az én helyzetemben én úgy látom, hogy itt Olaszországban örülök, hogy itt vészeltem át ezt a helyzetet a nehézségek ellenére. Nem mindig csak jó híreket hallok Magyarországról sajnos, és hát ez befolyásolja a döntésemet. Svédországi helyzettel kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy a WHO javaslatait nem követi az ország, amiben tartózkodom jelenleg. Én egyelőre egyetértek az intézkedésekkel, nem kritikus a helyzet, sok a fertőzött, de úgymond nyomon tudják követni az eseteket.
illetve meg tudják őket gyógyítani. Azzal az intézkedéssel nem értek egyet, hogy kevesebb tesztet csinálnak, illetve nem csinálnak mindenkin tesztet. Én úgy gondolom, hogy itt még mindig sokkal jobb, mint otthon. Tehát én még mindig sokkal jobban bízom az itteni ellátásban, mint otthon. Ugyanez vonatkozik a szociális ellátásra is. Na hát nagyon szépen köszönöm mindannyiatoknak a válaszát. Tényleg csak azt tudom mondani nektek, hogy nagyon-nagyon vigyázzatok magatokra. Nektek pedig, akik ezt a videót nézik, nektek pedig azt mondom, hogy ne felejtsétek el, hogy nem szakértőket szólaltattam meg, hanem abszolút magánembereket, akik külföldre költöztek, és ők onnan kísérik figyelemmel a helyi eseményeket. Így hát, hogyha valami nem tűpontos, akkor ezt nézzétek el nekik, nézzétek el nekik. És azt se felejtsétek el egyébként, hogy velünk nem kell otthon maradnotok a négy fal között, mert hogy a Zsótám YouTube csatornán elindult a Tájszólás nevű vlog, ami négy őrült ázsiai kalandját hivatott bemutatni. Még tavaly voltunk Tájföldön, és ezeket a videókat nem sikerült megvágnunk, na de most nekiálltunk, és most, hogy ez a, hát ez az időszak, ez tényleg ilyen, hogy is mondjam, bekuckózós, bezárkózós, most megmutatjuk nektek, hogy milyen volt nekünk Tájföldön. Mindenképpen érdemes megnézni és feliratkozni. Köszönöm szépen nektek, akik válaszoltatok a kérdéseimre, köszönöm szépen nektek, akik megnéztétek a videót. Feliratkozni, ne felejtsetek el kis csengőt nyomni és bekövetni az Instagramon, pedig szintén nem. Találkozunk hamarosan újabb tartalmakkal. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!